Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. Lantos utca 8. Az MD Média szomszédok podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Lantos utca 8 című műsorunk hatodik adása itt a Parallax és Retroverzumban a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Állandó partnerémét és köszöntöm elsőként Gizur Gergő, Szia Gergő! Szia, szia mindenkinek! És Dinya Attila, szia Dinnye! Sziasztok! Ne felejtjétek, kedves hallgatók, hogy ha támogattok minket, akkor nem csak hozzásegítitek a Parallaxis Univerzum csapatát, hogy idén elkészüljön az a több mint 150 podcast epizód, amit tervezünk, hanem ráadásul premier előtt hallgathatjátok műsorainkat, valamint a Parallaxis podcast hosszabb, csak támogatóink számára elérhető teljes változatát is. Érdemes tehát előfizetni a patreon.com per Parallaxis oldalon keresztül, amit nagyon köszönünk. Na ebben a részben... A küldjetek pénzt hallottátok. Így van. Ebben a részben most nem fogom összefoglalni így a műsor elején a történéseket, úgyhogy inkább szerintem akkor haladjunk. Haladjunk, de dobjunk neki is egy alcímet, és én ennek a résznek a Juli drámái alcímet tudnám a legjobban. Etus fantasztikus anyós, Ádám a legjobb apa. De a Juli drámáiról tudunk is. <laughs> most a kedves hallgatóknak elmondom, hogy a Dinje úr jelentkezik, az összes magjával együtt, úgyhogy Dinje, kérlek, beszélj! Én egy szeretném egy kicsit így kontextusba helyezni azt tényleg az esetleg fiatalabb hallgatóink kedvéért, hogy hol járunk, milyen dolgok történnek ilyenkor a nagyvilágban. Például ezen a napon, mikor ez a rész megjelent, akkor a magyar kormányfő, aki akkor ugye Grósz Károly volt, Mihály Gorbacsovval találkozott éppen Moszkvában, ahol ugye éppen a Szovjetunióban kezdődő lazításokról tájékoztatták valószínűleg, és egy nagyon jó kis kettő mondatot szeretnék nektek felolvasni az újságokból, és akkor mindenki érezheti tényleg, hogy milyen korban járunk, jó? Tehát Grósz Károly kijelentette, hogy a magyar kommunisták az egész magyar, köz, az egész magyar, közvélemény melegen üdvözli a Szovjetunióban végre menő forradalmi változásokat. Őszintén reméli, hogy a folyamat elősegíti a szocializmus nemzetközi pozíciójának erősödését. Azt a... Kérlek szépen! Feleszlói karul, ez! Jó, tehát itt tartunk korban. Mert hát itthon, me, itthon, kellett tapsikolni a na. na. most akkor nem röhögtél volna ennyit, mert akkor ez nem is röhöghettél volna. Akkor igen, nem röhöksz. akkor ezzel nem, nem, szabad, igen. Bár már azért 87-ben tényleg azért puhult azért, szerintem. Bár... Hát puhult, de azért, 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 azért kiröhögni a nem biztos, hogy lehetett volna. Hát hiszen éppen a perestrojkáról no, beszélünk. Azért, pofá, azért ennyire pofára röhögni. Azért akkor így ezzel be tudtuk lőni, vagy a korszellemet legalábbis. Viszont nem csak a szomszédok nincs már velünk, hanem a Szabó család sem, és ugye Takácsék az epizód elején a Szabó családot hallgatják, ami egyébként rettentő idegesítő. Az előző részben beszéltünk a mentő szirénának a hangjáról, ha jól emlékszem, de lehet, hogy kivágtam, szóval nem biztos, de akkor most mondom. És hát ez egy nagyon idegesítő volt, mert az egész jelenet alatt hallani lehetett, és nem zenét, vagy valamit, hanem beszédet a háttérben elég hangosat a Szabó család részét. Azért az barokkos túlzás, hogy a lenki szabócsaládot hallgattam, mert csak a lenke hallgatja a szabócsaládot, mert aki újságot olvas. Hát én nem tudom, hogy úgy voltat ez a szabócsalád, hogy mellette nem nagyon lehet. Le lehet, lehet elhet, hogy olvasni. ő se fogta fel a híreket, és ezt a perestroikásat ötször olvast elő is, és nem jött, neki se jött át. Jó, de én, én nagyon én egyszer egy évet laktam csak panelbe, úgyhogy nincs nagy tapasztalatom, de itt két napja nincs meleg víz. Ezt, ezt, ezt nem tudom elképzelni. Utca 8 mert hogy nyári karbantartás, karbantartás van. Nekem olyan jó emlékeim jöttek el erről elő. Nem azért, mert hogy én nagyon pici voltam, amikor panába laktunk, arra nem emlékszem. Viszont a nyaraim egy jelentős részét a nagyszüleimnél töltöttem kint a szőlőbe, és ott a abszolút abszolút lavorba fürdés, mert nincs meleg víz. <gül> Csém. <gül> Cicamosdás, igen. És egyébként meg a lenke hazudik. Igen, disznó a lavor, és megmosakszunk. És a lenke be belehozudott az almának az arcába, mert ugye azt mondja, hogy ott van melegvíz meleg víz, nagyapád melegítette, majd aztán, miután a lenke elép, kiderül, hogy az nem is meleg, mert úgy kell melegíteni. Várjál, melegítette, csak három órával ezelőtt. Semmi, nem hazudott. De Lenke miért gondolta, hogy az még meleg? Ez a Lenke, gyerekek, ez a Lenke? Ez a kikészít engem, ez a Lenke? Ne, itt nem a, len, a Lenke a lényeg, hanem, a, hanem én a dinnyének szeretnék most kedvezni kivételesen. Mert hogy én tudom, hogy ő mindig szokott hozni, hozni nekünk hozni érdekes adatokat. A konzumáruházból. A műsorunk támogatója a konzumáruház. Pécs pe, ö, van már is egyébként. Van neki, és pont, és pont azért fogja most hozni, mert Alma pénztarhált a kibácsitól, mert hogy július 15-ét írunk, és bizony Alma az összes fizetését már elverte kettő azaz kettő darab ruhára. Nincs neki egy büdös vasas sem hogy van ez? Hát valami, valószínűleg valami másra költhette. Ugyanis ismét előszettem nektek egy konzumáruház reklámot. A Dunántúli naplóból szedtem egyébként, tehát ott találtam olyanokat, a olyan rendesen árral is föl volt ruházva, és ugye ez egy pécsi volt. Ruházva. Hát, ha, ha, ha. Ha, ha. Konkrétan megtaláltam, hogy a női divatruha 1070-es forintba került ezen a napon. 1070-ben. Ugye beszéltük az előző részben a fizetéseket, hogy azért már mit a 6000 forint között volt egy ilyen közepes fizetés, ami már nem szakmunkás fizetés volt. De azért, hogyha ő kettő ruhát is vesz. 2008, az 2140. Most, de ön, ő nem a konzumáruházba vette, mert hogy ugye arról beszél, hogy hát ugye a munkája miatt, ezek szerint nem kap ruha de hogy a munkája miatt ő neki néha szüksége van olyan előkelőbb ruhákra, vagy ilyen. Igen, de most mondta az atira, hogy az az egyik legdrá, ez egy ilyen nagyon burzsúj ruhát nézett ki. Tehát, hogy ez egy elég magas kategória. Tehát, hogy nem de is lehet, a Váci polzum... át... Nem, nem magas kategória, kategória ez az ez vagy. van. Tehát, hát de jó, de e... most még. Van... beszélünk az ez van kategóriáról. Na jó, de most ha azt nézed, hogy mondjuk azt hiszem, Attila, mit mondta, hogy hatrugó volt egy. Ö, valamiféle... 6700 volt mondjuk, ami már ilyen képesítést, tehát magasabb szintű képesítést. Tehát igényelő, mondjuk, küzetés. ő, és, és, a taki arra utalt, hogy ő elveg egy jó kereső idegen vezető, ugye több nyelven, illetve német hát akkor ő beszélő. Tize. Tehát mondjuk, mondjuk, mondtam azt, én 8-at mondtam volna, nem mond nekem, hogy 8000 forint akkor két ruha ára. Tehát miből szerintem van az nem, a ruha? Nem, nem, szerintem ilyen 4500 forintot keresett, nem volt annál több akkor is sok. szerintem. Akkor De... is sok, tehát jó, az jó, arany Én, Láttam egyébként, hogy mire költhette, ami mocskos drájus. A volt ezekhez a fizetésekhez képest. 7 d 10 dobozban 545 forint. Abba vett kettőt rögtön? Na most elmondom, az 545 forintba került, az több mint 15 forint, ugye, és megnéztem vásárlóértékről beszélek most is, 2022-es adatok, tehát összehasonlításképpen, ugye az nagyapja, aki bead neki 1000 forintot, mert hogy 2000 van este. nála és abból az egyiket megfelezi vele, vagy odaadja az egyiket neki, és az 1000 forint, az mai, illetve 2022-es vásárlóértéket tekintve 31 ezer forintnak felelt. akkor nem mondom egyébként tovább, további tovább iparcikkeket és divatcikkeket, amiket még ki Mondjál párat, mondjál az érdekesebb, mint az, hogy most mi történt a szomszédokban. Azért is vagyok kíváncsi, mert, mert például a HD az a hez képes is, mert azt tudom, hogy a HD az, az elég fancy volt a abban a korszakban. most is. Szerintem most is hát Van még Persze. Úgyhogy nem mond ki többet, mert mindannyit szor ki kell sipolnom. Jó, de akkor is, akkor is ki kell mondom, hogy azon a fekete tégen aranybetűkkel, írott betűkkel gyönyörűen nézett kettő függetlenül. És emlékszem, hogy igen, szóval menő volt Attila. Na, egy erbetű sportkrém ekkor 50 forintba került, 48-ba egész pontosan. Hát, hogyha nagyon akarod, hogy Ádám sokat a mindenki. Muszáj, mert a Richt gyártotta is annak idén nekem volt a nexusom, úgyhogy sipoljon csak. Jó, ekkor, ekkor, került egyébként egy 400 g-os löncshús 48 forintba. Na, az bármilyen márka lehet. <laughs> Ez, nem, <laughs> okay. A, a löncshús hívták régen gyíkhúsnak, ugye? Erre szoktam igen, hát Igen, én, én gyerekkorában, Gyerekkoromban azt hittem, hogy az tényleg gyíkhús. Hát szerintem nem te voltál az egyetlen. És nem ettem, hosszú évekig soha nem ettem meg semmit, hogy kérsz egy kis ízét, csinálunk meleg ám, lönnshúsból, kösz, köszönöm, vagy ilyenek. Na azt hittem, hogy gyíkból van. De te csak volt, meg nem kérdezted volna. Ennyire ostoba, ennyire ostoba voltam, hát nem is csodálom, hogy csak ennyire vittem, hogy podcasteket gyártok. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ne, ne aggódj, nem változtál. És akkor még az iparcikkekből mondanék kettőt, ami így érdekes lehet. Kérek szépen, Minsk kombinált hűtőszekrény, 9900 az forint. Az nagyon beteg, az a, az, a, régi szovjet cucc. Az az óri, óriási, igen, ilyen nagyon dörmögő. Nagymamámnak, nagy, és mamámnak, került, nagy és nagyanyámnak többi. volt, olyan volt a, a bocsi, hogy most, olyan volt a kompresszornak a hangja, hogy a lakás másik felébe lehetett hallani, a beindult. Egyébként Horváth Ádámnak szerezhetett volna a támogatást, ha az almát Minszki Annának hívják inkább. <hállt> 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 Csak nem tudom, hogy a fehér oroszok mit szóltak volna ehhez. <hállt> Nem a fehér oroszok, fehér Anna. Fehér Anna, fehér orosz. Tudom, én, tudom én ezt még tetézni. Igen. Menjünk tovább, Melon. No. és akkor még egy utolsót bemondanék, mert hogy ez azért itt a tévéhez is kapcsolódik, hiszen egy ITT színes televízió 51 cm-es képátlóval 31.900 forint. Tehát három hűtő. Bő három hűtő. És mennyit mondtál, mert megnézzük ezt most 31.900. 51 cm-es képátlóval. Az a 50, ez az egész szép. Az egész szép. Kérek szépen... Viszont, ha megnézed, az a vicc, hogy most ugye ez egy 50 centis, 51 centis tévé, 31 ezer forint, ma 60 ezer és simán kapsz egy a, a tévét. És az infláció, tehát, hogy e, a, itt, itt, nem az infláció, hanem Nincs itt a termék. Nincs annyi. Még, Na, még annyi, csak a mondtam száll, egy Manapság 120 centis tévéket már tényleg okos tévéket is 60 ezer forint. Nyilván nem a legjobb Hát az úgy műség. okos tévé, És az ugyanúgy 6700 forintot keresünk. Az ú, 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 úgy, 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 okos tévé, hogy elmeséled neki, hogy mit csináljon. Tehát nem, bocsánat, nekem egy ilyen tévém van, és tökéletesen működik, de ez csak zárójelben. titi, 51 centis? Nem, az jó. Az jó, támogattad 51. a magyar. Nagyon jó. Igen. Apám az Orionban Futa dolgozott. Futacsikó, jó van. Hazajött akkor. Én az Orionnak az óvodájába jártam. Én magán óvodájába De akkor ez a tévé, ez így hazajött. Kedves ö, emberek, akik eddig még nem támogattak bennünket, akkor Ádámhoz különböző termékeket <laughs> nagy mennyiségbe be lehet tolni. Amúgy én is imádom a régi a retro ma magyar márkákat, vagy magyarhoz köthető márkákat, Videoton Orion, és most ma tényleg sokat fog sípolni, óriási. Bocsánat, de hát nem tehetünk róla, a, 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 a dínje tehet róla, mert behozta a márkákat. És ilyenkor ugye az ember belőjönnek a dolgok. Figyelj, nem Jó, lehet, nem hogy csak te lehetsz a hibás, Melon. Persze, van a hirdetési rovatom, azt meg aztán már plánna nem olvasom be. De, de, de légy szíves. Ja, akkor a korabeli Tinderre gondolsz? Nem, a korabeli Tinder is van, de az ugye beküldtem a csoportba, de hogyha felmerült már itt a videóton, neve. Videóton hifitorony olcsón eladó, vagy éti 25-ös gázkazára cserélhető. Kérlek. Soha nem cseréltem volna a videót, hogy itt egy hülye gáz Azok minőségi cuccok voltak. Az De a az, az a korabeli Tinder, az, az korhű, az a 80-as évek vége, amit találtál? Olyan szinten korhű, Abszolút. hogy ez a megjelenés napján közölt Dunántúli naplóban. Hát akkoriban, van. Akkoriban voltak ilyenek. Nézzünk bele, szerintem okay. ez az izgalmas. Csak hogy értsen be mindenki, miről beszélgetünk. Újsághirdetésről. A hatodik részben, a a, igen, és a hatodik részben ideje volt, hogy kontextusba helyezzük ezt a szomszédokat. Hogy... Oké, okay, meg ugye itt is van kis párkeresés, meg hasonlók. Jó, tehát akkor maradjunk ebben, hogy keresek egy 60-65 éves nyugdíjas, nem dohányzó, egyedüli asszonyt, aki eljönne élettársnak otthonomba. Hűség jeligére, Hunyadi úti hirdetőbe. Elveszed, hogy keresi? Keresem egyedülálló 50-60 éves, magas, vékony testalkatú, legalább középvégezettségű férfi ismertségét élettársként, aki egyedül él, és hiányzik egy megértő, tiszta, pedáns nő, aki meg tudná becsülni szeretetben. Fényképes bemutatkozó levelet a szerkesztőségben. Ha tetszők, húzzá Két jobbra! Vízük alatt a jelni, <gül> 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 Úgyhogy, de egyébként van egy, ilyen, nem tudom, hogy ez mennyire legit lehet ez a hirdetés, vagy hogy mennyire bújtatott dolgok vannak benne, ez jó kérdés. Niké társ és társaság kereső szolgálat. Eszkort. Közvetítés, rendezvények. Jó, e, 87. Ez a klasszikus, ez a, 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 nem is mondom, hogy mi. Nap július, július 16. Na de, az a jó benne, hogy mi itt, főleg most Attila, nagyon mocskosak vagyunk, viszont a szomszédok nem az. Mert megérkezik Rezső, aki Kálmán, a templomfélő ember, és hozza a drámai hírt Takinak, hogy üljél le, mert ha elmondom, akkor is leülsz. Esztike, az új igazgató. A esztike, kedvenced. Tehát, hogy a kedvenced beszüntette a kórust. Te nem, Sőt, ne is, ne is rezsőzzél. Mert ugye ez a rezső csak egy becenév. Úgyhogy most, most itt nincs rezőzés, most Kálmán van szigorúan. Most komolyan beszélünk. Igen. Most komolyan beszélünk, most, most nem rező mondja, ezt Kálmán mondja, tehát be lett szüntetve a kórus, és hogy most itt vége, az egésznek nyista. Csak hát aki nem az a csávó, aki ezt hagyja, úgyhogy megmondta, hogy semmi gond, majd én beszélek esztikével, induljunk, gyere, ugye? Itt kemény dolgok lesznek, már tudjuk. Ez a változások időszaka szerintem, hiszen majd később egy újabb jelenetben egy másik munkahelyen is változások vannak. Ja a szövetkezet alakul. Bocsánat, nyilván. azt hiszem, valami mást is ki akarsz nem, adni nem, belőle. Nem, csak ennyit, ennyit, hogy a... Csak az, hogy, a... hogy tényleg 87 környéke rend, rend rengeteg átalakulás Igen, tehát volt, rájöttek, ugye... rájöttek, az emberek, vagy a főnökök, vagy nem tudom, vagy az állam, vagy bárki, hogy bizony a pénz az nem a fánterem, és ezek bizony pénzbe kerülnek, megszűntek a vállalati ingyen buszasztatások, megszűnt a a, 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 nem tudom miből szövetkezet válik, ahol ugye leadó pénz van, ahol mi manapság is egyébként az ilyen báberek és, és, ilyen fodrászüzletek, ezek ma is úgy működnek, hogy van, nekem van elég pénzem, hogy berendezzek egy ilyen fodrászüzletet, és akkor különböző székeket kiadom nektek, mint fodrászoknak, báberek, és akkor ti adjátok nekem, amit tudom én, a állandó pénz százalékot, biztos ezekre vannak különböző variációk, de hát ezt látjuk 1987-ben a szomszédokban, hogy így indul, sőt, nem hogy így indul, hát még egy kulturális ajánlót is kapunk ott. De í én most először még miatt bármi kultúrás élmény szeretném most Ádámnak kedvezni, mert hogy elérkezik az a pont, amikor te most kezd, kicsit fröcsöghetsz megint, mert az előző részben Juliról nem sokat tudtunk, nem sokat hallottunk, kimaradt, viszont ebben a részben bepótolja a hisztit. Gyere, dele, Juli! Lesz egy lenne, Juli! Mert még öt nap van Julcsi hazaérkezéséig, de hát Juli most gyakorlatilag teljesen kiborul. Tehát most, két, rét, két rész, rész hisztie rögtön kiömlik. Én, én, így van, az előző részben nem volt a Juli gonosz, vagy, vagy utálatos, Te viszont ebben Két mondata volt, és kész. Elmondom ezt, hogy írtam föl, Julcsi két hete táborban, Ádám uncsizik nélküle, Juli pedig egy ócska kocsiról álmodik, és természetesen követelőzik. Hát azért ezt kiegészíteném akkor hogy bepótolja a hisztit, uncsi az inga a munka és a háztartás között, egész nap robotol, neki levegőváltozás kell, tánc, kocsi, nem igaz, hogy nincs, és majd utána jön egy mondat, amit akár akárnányszor... Legyen tánc. Legyen tánc. <laughs> Így van, akár visszahallottam, az utolsó részét nem értettem, de hát ha ti igen, mert azt mondja, hogy valamire való ember, ez a valamire való ember már, ugye ez egy csodálatos megfogalmazás, tehát valamire való ember nyaralót épít, jacsa, japán kocsin furikázik, és valahonnan rendel cuccokat. Hogy mi az, a, mi az a, ahonnan rendelő a cuccokat, egyszer nem tudtam megfejteni. kádor vagy valami ilyesmi volt, de a lényeg, hogy valami nagyon búrzsúly helyről kell rendelni a cuccokat. Nem tudom megfejteni. Ez, 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 ez nem tudtam nem ad hozzá, megfejteni. hozzá ez. Nem hát, ez itt. Nem az tudom, az az akkor az nem sem igaz. voltunk burzújak. Hozzá nem, nem ad, csak nyilván azt akartam, hogy ha, ha, ha tudtuk volna, vagy értettük volna, akkor itt valószínűleg megint emeli azt a vonalat, hogy Juli, micsoda egy. Magát nagyviláginak képzel. Figyelj, őszintén szólva, egy kicsit árnyalja, hogy egy kedveset is mondjak a Juli karakteréről. Nekem ez a egy kicsit árnyalta Juli karakterét, mert hogy pont ugye a szövetkezeti alakulásnál, és ezért is hoztam szóba, Uh, ahol uh, ha jól emlékszem Bálint Györgynek hívják azt a, azt a színészt, aki beszél de nem biztos, ő volt a, a, a Sir Ralph Shawcross a csengetett Mürortban a magyar hangja szóval ő ugye ott elmondja hogy mostantól ugye szövetkezet alakul és, és már ott is ugye kekeckedik emiatt a a, a lóvé miatt, és azt mondja neki. A progresszív a, ládási rendszerek. Az elnök, pontosan. így van, az elnök azt mondja neki, hogy hát egyébként ő maga itt Julika a legügyesebb, vagy legjobb, nem tudom, arckenegető, kozmetikus. Jaisten, kozmetikusok úgy megutálnak, de nem, nem a kozmetikusokkal van bajom, hanem ahogy Juli prezentálja a kozmetikusi szakmát. Egész pontosan ezt mondta, bocsánat, hogy Juli maga a legjobb -e a boltban. Igen, és még hozzáteszi, hogy egyébként meg orvos férje van, nem aggódom magam. Miatt. Igen. Tehát, hogy valójában talán érthető az kívülről, hogy, vagy belülről, hogy Juli nincs megelégedve az életével, hiszen kívülről úgy tűnik, hogy, hogy, tök jó, hát orvosférjed van, jó, de ezt nyilván senki nem tudja, hogy az Ádám nem fogad el paraszolvenciát, mert igazából azért valljuk be, onnan jött a Onnan jött azért a lóvé, nem a... Vagy jó, de, meg, meg, hát mentő orvos, azért nem mindegy, hogy, hogy milyen orvos, nem? Vagy mentőorvos ugyan, ugyanígy keres, mint egy belgyógyász, mondjuk? Hát szerintem, nem figyelj, hiszem. de szerintem... szerintem Ugye, nem tudom, nem. De? Részt, nyilván másrészt meg azért tényleg az van, ha még Ádám el is fogadna paraszolvenciát, akkor sem, az teljesen más a mentő. Tehát értem én, hogy látunk olyan részeket, ahol megkeresik családtagok, meg ott az első részben is volt ilyen, hogy mert megmentette az hogy azért mentőnek lenni, más, mint, mint, mint nőgyógyásznak, vagy, vagy nőgyógyásznak, ahol kiválasztod, vagy oda megy a izé, és akkor legyél te az nincs rész válogatás. Részem. Igen, szóval, hogy, hogy szerintem egyébként is más, de hát, mint tudjuk, ő nem is fogad el anyagi dolgokat. Viszont ebben a beszélgetésnek a végén megemlítik Etust, ugye te Ádám mondtad, hogy et, Etus a leges leges leg, leg, leg. ugye ő Julinak az édesanyja, vagyis a legjobb anyós a világon, és ugye Ádám tőle tervez esetleg kis pénzt kérni, de ugye Júli rögtön lebeszéli róla, mert akkor egyrészt nem akarja még, hogy a sűrös korla feltűnjön, másrészt meg azért, mert hogy akkor ő rögtön megváltaná itt a világot. Igen, ugye azt mondja Júli pontosan, hogy akkor három ezret adna, és rögtön ide rohanna, hogy... És rögtön ide rohanna, mert elkezdve... ezret, és három ezret adna egy jár mindenség. Szerintetek ördögtől való ez, hogy, a családhoz forduljunk segítségért? Tehát Júli, Júli túlságosan fennhordja talán az orrát ebben az esetben, nem? A saját azt gondolom, azt gondolom, hogy nem ördögtől való, főleg az, hogy, hogy bár most mi ezt még nem tudjuk, de azért, és akármennyire is nem értjük, azért Etus nem, a szegény kis nyugdíjas kategóriába tartozik. Tehát most tőle mondjuk, mit tudom én, kérni ezer forintot vagy kettőt, azt szerintem nem... Sőt, Etusnak dimenzió kapu van a az otthonán, mert ha kint hozzá a kapunk kívülről, akkor mikor beengedsz, te, azonnal belépsz a házba. De hát erre sok részünk lesz majd még, hogy ezt kibeszéljük, csak nem Az sem volt egy olcsó berend, szerintem a vágási feri csinálta az elektromos függöny után. <laughs> Ott <coughs> okos otthoni dimenzió kapuk, kész? Minden megvan. Be? Ennyi. Mindenhol. Kis betűszedés, egy sokos otthon. És ha már felé. De már, ne, 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 ne térjünk el ettől a kulturális ajánlótól, ami itt ugye a kozmetikában megszületett. Na, de hát a kozmetikában nem csak ez történik, hanem akkor ugye vendég érkezik mindjárt a Julihoz, és az elnökkel, ugye meg, vagy az elnök legalábbis megpróbál vele egy kicsit paralázni. De hát igazából tényleg annyit kapunk, hogy milyen programok vannak, ugye a, az adott nyári időszakban, a nyári színházakban, ebből kapunk tényleg igen szépen hát igazából tényleg semmi más nem történik, mint és elhangzik ott is, hogy hát nagyon drágák a jegyek, ugye ez, ez az egyik rész, és erre is találtam egy kiváló cikket, ami így, legutóbbi áremelések óta hozhatok bárkit, alig van közönség, lehet, hogy az ország legnagyobb nap tartott komikusa vagy művésze, énekese jön, nincs egyrészt pénzük megvenni a jegyet. Amikor Izaura van a tévében, eleve nem lehet például rendezvényt tartani. <laughs> Tehát ez is egy mondat. Illetve a másik kedvencem, ami szintén a korszellem, ezen kívül a nyereségesség, amire kényszerítenek bennünket a jogszabályok és a felsőbb szervek, egyre-egyre megvalósíthatatlanabbak. Hát szóval... ez pontosan az a pont, amit Ádám mondott, hogy kezdenek rájönni, hogy a pénz az nem terem magától. Hogy egy rendezvénynek ki kell termelnie önmagát valamilyen szinten. Igen, de ez ránk kényszerített nyereségesség, ugye? Érdekes. Igen, mert fontos. eddig nem ez voltunk szokva. Mert hogyha csak hárma jönnek, akkor hárma jönnek, de az a három jól érzi magát, mindenki boldog. És ugye ki is derül, hogy Esztike sem egy gonosz nőszemély, hanem egyébként egy fiatal hölgy, aki mindössze azért döntött úgy a kórus megszüntetéséről, mert hogy nincs rá pénz. De mire kell a pénz? Ezt majd most megbeszélhetjük később. Hát új smokingokra, 30-ra, utaztatásra, mert senki nem tudott a lábán oda jönni. Van egy rendezvény, nem tudom, kiskunhalason, senki nem tud felszállni a vonatra, és kiskunhalasra leutazni, a busszal kell őket vinni, és ugye, ugye ezért, ezért szűnik meg a, kórus is, viszont azért Taki egy tök jó alternatívát kínál, vagy legalábbis vedobja, hogy hát tulajdonképpen nem részletezi, de hát az, hogyha a próbatermet biztosítja továbbra is a vállalat, vagy nem tudom mi ez, akkor a Magyar Rádió, vagy nem tudom mi. igen, itt Magyar Rádióról van szó. akkor a... Ha... egyesületé alakulva kicsit mindenki betesz egy valamennyit a kasszába, és akkor abból fenntartják magukat, ami szükséges. Ha már, ha már ideugrottunk, amikor bemennek Esztikihez, itt azért nem tudok szó nélkül elmenni Takinak a... a én ezért imádom magát a karakterét, mert annyira pofátlanul volt kedves, hogy eszméletlen. Ugye, me... Megjelennek, megjelennek egyszer csak a esztikének a titkárnője előtt, és már mennek be automatikusan az ajtón, és a titkárnő rájuk förmet, hogy nem lehet most bemenni, az igazgató már megy el, és erre aki semmi baj, mi megjövünk, és bemegy. Imádtam. Ez, imádtam. Annyira aranyosan pofátlanul cuki, hogy egyszerűen hihetetlen. Tehát, hogy őt ezek nem érdekli, hát őt kellemesen, kedvesen leszerelte, hogy még most jövünk, no, para. Kettő perc az életéből beleke hogy férjen. És igazából igaza is volt, mert ez történt. Hiszen megvitatták az alatt a két perc alatt, ami megérkezett a taxi. És teszem hozzá, hogy az utaztatás, meg smoking -ok, nagy kiadás, de ugye a pénz, ami van, az mire kell? A gyerekszakköröknek kell videót, és, és minimum egyet. Commodore 64-et venni. De a Commodore 64 azért, az, lássuk be, elég fontos volt. Ebben a korban egyébként erre külön tévéműsorokat is már csináltak, hogy tanuljunk programozni, Minél jobban terjedjen a számítógép használatát, mondjuk ebből a szempontból tökre érthető. Tehát a, azt kell, a ezt, másik, amit nem értettem, hogy mik az egyébként a rádiónak, tehát hogy ők valami gyerekklubot üzemeltettek? Hát vagy, ez akkoriban vagy? akkoriban minden volt, hát tudod, hogy a nagyvállalatok mindent csináltak. Meg hát gondolom, ez volt a gyerekkórusa a rádiónak. De, minden például, volt. Mert mert a rádiónak van, van gyerekkórusa, de azok énekelnek és Na nem Na jó, nem de a, do kéne. a dolgozóknak a gyerekklubjára gondolhat, meg ilyenek. Tehát annak idején az állami cégeknél minden mi üdültetéstől kezdve minden Frintz karika volt napkö... Tehát Én emlékszem, hogy a. A, a nagy, ve, a na, nagy ve, ve, gyógyszeripari cégnek is minden volt, gyerekeknek is mindent szerveztek akkoriban. Tehát ez, ez, nekem ez egyáltalán nem... Ma már lehet, a mai szemmel ez már érthetetlen, vagy furcsa, de akkoriban ez simán ment. Viszont Lenke szemészetre megy, nagyon, nagyon megtetszik neki ez a sorszámos rendszer, és ott összes panó rögtön egy öreg lányjal. Az újdonság erejével hat rá a sorszámos rendszer. Igen, <laughs> és ezt, ezt, szeretném itt hozzátenni, hogy itt a Kőbányán a Zsivaj rendelőben 2024-ben is, ott, mikor bemész, akkor megkérdezett, hogy melyik orvoshoz várnak, ki volt utoljára. Igen. De a gazdag már 1987-ben sorszámrendszer volt. Ennyi. Öt már tudták. Ezt a vágási feri feltalálta azt a gépet, ami ott kiadta a számokat, szerintem. Egyrészt nyilvánvalóan vágási feri be, másrészt pedig uh, amúgy igen, zsókával barátkozik Lenke, igen, az új aki idős gondozással foglalkozik. Valójában a Szent Imre kórházban jártunk a szemészeten, kerületben stimmel, de azért gazdag réttől egy kicsit odébb van. Pedig ez a kerületi rendelő elvileg. Igen, kiderül, hogy szegény Lenkének van, de hát semmi pánik, ez műthető, és az orvos amúgy szól, a, a, az orvos szőlősi doktornőhöz küldi. Hoppá! Igen. Szőlősi doktornő! Tehát vágási jutka anyukája, és a következő jelenetben, amiben egyébként egy baromi nagy képes újság reklám van a nyomdában, és felitt Kenézertás hívja, hogy menjen továbbképzésre, ott is a szánkba rágják, hogy bizony jutka lánykori neve szőlősi. Úgyhogy bizony, Látom, hogy ezt mindannyian észrevettük, hogy, hogy igen. ezt a, hülyéknek is elmagyarázták, hogy itt hát, majd nem lesz látta volna a az részt, az Én szerintem nem biztos, hogy az első rész után akkor emlékeznék, hogy szőlősi. Most azért emlékszem, mert 331 rész. Meg, meg az, hogy könnyű, mert mi ugye ezen most így úgy nézzük, hogy, hogy készülünk, de hogyha tényleg ez két heten, ennek mikor volt már? Ja, ti készültök? Mondott te, aki hozod a hülye statisztikáidat, ugye? Viszont nekem, ma magyarázzátok meg, mert ebben a részben, me tehát lejött az egyik számomra legértelmet, legértelmetlenebb jelenet. Az öngyilkos, megint öngyilkosság az Erzsébet-hidon. Drámai zene, két ember felmászott az Erzsébet-hidra, és ezt úgy kell elképzelni, hogy hatalmas felhajtás az Erzsébet-hidon, tényleg az Erzsébet-hidon. Iszonyatos Hidon. nagy hanggal bekeverve a sziréna. Igen, sziréna, mentő, most már rendőrtűzoltó, minden van helikopter is van. Helikopter mutatják, hogy híd, 25 millió ilyen szakember nézik, hogy a hídből kimászni, bemászni, autók megállnak, kikerülik, mizé, Icarus 280, csodálatos, többször is látjuk, és utána a végén egy vakhívás volt, nem történt baleset. Én, én Mire volt ez az jó? Egy, én szerintem az egy híradó felvétel volt valójában, és nem volt elég percanyag, ezért a végére hmm. még bevágták a koroknai gébút, hogy... Hogy, Olyakalába hogy a szoktuk mondani? Szerintem abszolút, mert, mert nem volt tényleg, nem, tehát nem, 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 nem tehát még nem történt benne semmi. Dialógus csak, nem volt csak semmi. Nagyon sok embert láttunk, rengeteg statisztát, vagy legalábbis nem statisztának tűnnek. Tehát én azt gondolom, hogy az valami valóságos, ö, ö, jelenet volt, és valamiért fillerként belekerült, de nem, nem tudom, hogy... Nem, a story én, én szempontjából sem értem, semmi miért? értelme nem volt, de az egyetlen dolog, amit, ami, hogy azért nem hiszem, hogy ez... Tehát, hogy tetszett, azért tetszett, mert hogy nem nagyon voltak ott statiszták, mert ha megnézted, az autók, akik kikerülték őket, azok abszolút valósak voltak. Sőt, az a 280-as sikarusz, aki jött vele szembe, ott az emberek lógtak az ablakon, és néztek kifele, hogy itt mi a tököm történik. Ti láttatok, ti láttatok már olyat, hogy fölmászik valaki valamelyik híd és hogy mi történik utána? Elmondom, hogy mi történik utána. Leállítják a forgalmat a hídon. Ez az hát itt első. Le. És itt, itt nem állították le. Itt rendes itt forgalom. Semmi. Volt csak az egyik útpályát, egyébként a volt villamosvonalnak a, ott pont a, a, a belső sávot, azt ott elfoglalt tehát... Akábbi két sáv volt lezárva a tűzoltóknak, mentő De én azt ilyenek. is, csak egy jó indulattal mondám, azt a lezárást, tehát hogy nem az egész ja, hídon ott álltak, lezárás. És hát, ha vagy átmész rajta, vagy kikerülöd. oldalon, tehát hogy körülbelül nem... Nem semmi, tehát, hogy, hogy ez, egy, ez egy teljesen értelmetlen. jelent, De, nem de nekem beszél... azért tetszett, mert kaptunk a 80-as évek végé Budapestjéből egy abszolút életképet. Tehát nem egy műanyagképet kaptunk bizonyos szempontból, mert ez egy forgalmas délutáni nap volt. Jó, de tehát emberek... a szegény hallgatók azt nem fogják tudni magájuk, maguk évát tenni, hiszen ők nem látták, hát nem látták, hát miért nem nézitek meg, kedves hallgatók, és akkor kaptok egy kicsit a 80-as évekből. Igen, mindenképp Mert és... abba a pillanatban, hogy meghalják a de ha már, ha már ö, ö, Ádám, fel, Ádám felhozta a, a zsókát, azt megtudtuk közben, hogy Lenkének a, a, az új barátnőjét, vagy Spanyát, ugye zsókának hívják, aki egy szociális gondozó, ő másoknak vásárol be, illetve személyzetre is például nekik ment receptére. Nem vagy szociális a fennet, gondozó, tudja, bocs! Azt Mármint, mondta. hogy a szociális gondozó az az, aki az állam foglalkoztat, és akkor a szociálisan jár ki. Ez inkább izénak tűnik nekem, ilyen maszekolásnak tűnik nekem. Hát ő, ő így hívta, ne, lehet, hogy, hogy akkoriban így, hívja. hívták, maszekol, de így hívta, és itt nekem ami, ami inkább érdekes ebben a történetben, hogy nagyon érdekelte ez a dolog, hogy vajon ennek lesz e a jelentősége később. De nem a szociális munkásság miatt, hanem alapvetően szerintem azért, mert hogy ő már úgy menne dolgozni. Tehát ugye erről korábban a is volt szó, a, hogy a munkavilágába? Ő... Igen, ismét kacsingat a munkavilágába. Volt korábban is szóról, hogy már Taki egy kicsit unják azt, hogy otthon ülnek a négy fal között, ugye nincs a kert, ahol lehet. Úgyhogy szerintem ez alapvetően a Lenkenénél arról szól, hogy, hogy, azért ő már csinál valamit. Főleg, hogy Taki már Bármi legyen, dolgozik. munka legyen, igen. Tehát, itt, itt igazából bevez visszavezetnek minket abba, hogy a, a lenke szeretne dolgozni. Igen, de közben ott vásárolnak abba a boltba, amiben majd később dolgozni fogsz szóval azért. Igen. Ta -ta -ta. De, de, de ez még mind-mind nem érdekes, mert szerintem a fontos az, az a jelenet, vagy a fontos, hát bosszantó, hát egészen kiakadtam rajta, komolyan mondom. A... Amikor az Elekferi meg az Ábel Anita fagyizik, ott kiszöktek, vagy kijöttek az úttörő táborból, és akkor ott Jó, ö, ö, fagyiznak. És hát az 68, ott egy kövér Hát ott a, a, a a, a a vagy, így vagy, így dagat vagy, Elekferi, meg így dagat vagy, mondja az Ábel Anita. Tehát, te, csak, hogy, csak, csak hogy helyezzük kontextusba, tehát végre Kozma Jocó testet ölt, nem is akár mekkorát, Ábel Anita szerint, mert hogy ö, most, már, most már látjuk is, nem csak hallunk róla, mert az első részben ugye szó volt róla, megjelenik Kozma Jocó, az a bizonyos, hát, barát szerelem, vagy valami a kettő között, akit Elek Ferenc alakít, és bizony, egy kőkemény body shaming van, ahogy ma már hívjuk, mert folyamatosan megy a ledagadtozása. De olyan és itt... szinten... De nagyon Én, durván és A szégyen érzetem van, ahogy nézem. És <laughs> akkor az ábra, hogy te így vagy, így mondja, dagat vagy, dagat vagy. Mert különben is az apukám orvos, és azt mondja, hogy aki kevér, ez majd meg fog halni. Nem, aki kevér, aki dagat. <laughs> dagat. Aki dagat, basszus dagat. Kulcs, hát, és utána megérkezik pár jelenettel később a Mágenheimádám, Ádám, aki azt mondja, ott van, ott van az a dagat barátja, és a szó. Hát a adat. Meg, de tényleg! Még később, tehát elek... Kedves hallgatók, akik esetleg még nem találkoztak Ádámmal, tippelhetnek az Ádám testalkatát illetően. Há! Há kettő hát méter, 45 kiló... Vagy 180 centi és 115 kiló, de ez egészen felháborító. De tényleg de Ádám felháborító nem kövér, csak tudod, a, a, a súlya a testmagassához képest kicsit magas. Ennyi, tehát Szerintem itt, be, a itt a legújékonyabb kussoljon itt a hármunk közül, de... de ez az Attila kussolja. De, de, tényleg, szóval... Ez, ez el, nem, elmondhatatlanul ez gáz volt. Gázol. Tehát, nem is volt értelme te... dramaturgiailag. Tehát, hogy mondhatták volna azt vele az írók, hogy, vagy az az egy Orvát Ádám mondhatta volna azt vele, hogy igen, figyeljél, egészségesen étkezzél, ne egyél annyi fagyit, elhízol, nem tesz jót, nincs idős... Végül idős is ez mi... elhangzik. De, Na jó, de, 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 ez, ez, ez porig, a por, porba sor... vernek Esze, tehát. De gyomorforgató. Tehát oldal, az a baj ezzel, hogy, és, és ez, ez a, tehát, hogy engem nem érdekel ez a mai ultra PC világ, hogy már, már kettőt nem szabad nézni, hanem ez egyszerűen ez sok volt. Tehát egyszer elmondta volna neki, hogy figyelj, te pufi vagy, azt mondom, rendben van, mert végül is igaz, és ez, de, de, az, hogy erre felültetünk majd, hogy nem a második, ennek a résznek a második részé folyamatosan, amikor szerencsétlen a képernyőn van, minden alkalommal erről beszélnek, és erre utalnak, hogy ő dagat, és mindent megzabál. Ez sok. És azért én megkérdezném a felit arról, hogy uh, aki egyébként ott szerintem azért nem, nem, nem dagét, tehát bármint így hát de kicsi már. Nem, nem, nem kövér a szószoros értelmében, azért én megkérdezném én nem, a felét. hogy a gyerekről van hogy, szó ebbe a hogy, mondják, hogy vasgyúró. Hogy, hogy, igen, hogy, de, nem, de nem kórosan elhízott. Bocsánat. Én, én megkérdezném a felét nagyon szívesen, hogy azért azért ez milyen érzés volt ott ülni, egy kislányal szemben gyerekként egy. még akkor szinte alig szerepelt a sorozatban, és, és azt az hallgatja, hogy ő így dagadt úgy dagadt. Amikor, ez egy kicsit olyan, hogy azt a leszkesetek betörőben is látunk egy nagyon csúnya kislányt képen valamelyik részében, amit egyébként egy fiút maszkíroztak át, és azt fényképezték le, hogy ne egy szegény kislány legyen az, aki szerepel a képen. És értem én, hogy nem kell mindenkit burokba rakni, meg ilyen minden széltől is óvni, de én, engem eleget dagattoztak gyerekkoromban. És ezzel a gyerek nem tud mit kezdeni. És akkor a tévében is ez van. Mondom, az a, itt a mennyiséggel van a baj és ami, tehát egyszer elmondja neki, túl van, tehát de sok volt. Tehát az, hogy, és ha később megyünk tovább, akkor is majd, már, már még ez elő fog jönni. Most mondtam az előbb. De hát majd jó, de még, még lesznek itt durvább részek is. Ja, már mint a később gyerekben. Szóval. Igen, 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 tehát, tehát, még, még ez lesznek durvábbak is. Én még annyit szeretnék hozzátenni, mert én ugye mindig figyelem a a, a színészeket, hogy ez a bizonyos doki, akihez bement a lenke, azért szokolaj ott, ott láthattuk, tehát csak, hogy já, nekem ez csodálatos. És akkor, ha már, ha már szegény elek majd még később beszélünk róla, de mi nem úgy, ahogy, ahogy Orvát Ádámék, a mi Ádámunk azért rendesebb. Vágás ugye Kenéz van jelenése, aki szintén sokat fog majd szerepelni, őt Bodor Tibor alakítja. És ugye itt jön az a rész, amikor új gépek érkeznek, elvileg, és ugye megpróbálja vágási ferit rávenni egy két hónapos tanfolyamra. Csak ugye itt jön a dilemma, hogy a két hónapos tanfolyam alatt felé nem tud dolgozni, és nem kap lóvét. Ezért megvesztegetik őt egy beutalóval, egy két fős, kétszemélyes beutalóval a nyaralóba. Amit ki is mondanak, hogy ez Balaton szabadi igen, bizonyám. Igen, de ez, ez erről egy kicsit ezzel a beutalókról beszélgessünk, hogy ebben hogy az hogy az ez, ez az hogy, működött. Hogy, hogy működött? Tehát, ha én kaptam egy beutalót a, a gyár üdülőjébe, akkor nekem kedvezményes áron üdülhettem, ez azt jelentette, hogy ingyen nem, ez üdülhettem. nem eg ez nem egészen úgy működött. A beútol az elvileg úgy működött, mert hogy mi nekünk volt, hogy te megjelöltél időpontokat, hogy mikor szeretnél menni, és utána ezt a beutalót ezt valahogy kiosztották, hogy mikor tudsz menni. Általában a vállalt üdülők, hát most lehet, hogy ez itt ingyen volt, de az én tapasztalatom az, hogy nem ingyen volt, de pofátlanul olcsó. Na ezt, ez, a, ez a lényeg, ezt akarom tudni. A beutaló tehát... az egy pofátlanul olcsó nyaralási lehetőséget jelentett a család számára. És ezt a pofátlanul olcsót, ezt értsétek úgy, hogy kb. az egyetlen, viszont kb. mindenki nyaralt. Tehát azért a 80-as években ö, szerintem azért a többség el tudott jutni nyaralni, még azért, hát nem tudom, én nem tudom, hogy mikor voltam legutoljára nyaralni. Itt a parallax is nem ad be utalót sehova. Hát, tehát itt Te itt vagy a főnök, miért nem csinálsz? Itt, így, így. itt nagyon durva munkáltatói dolgok vannak. Csak hát megfelelő itt... helyeket kell kiválasztani, gyárda szigetek és kész, hát, le tudod. <laughs> Aztán ugrunk egyet, Deziré be akarja -e fűzni almát, és itt megint... Nem tudom, én ilyen, tényleg alma, alma korával kapcsolatban teljes zavarban vagyok. Itt ezek szerint közöttük volt már csókolózás is, amit mi nem láttunk, csak a lenkenéni vizionát a puszic csóknak. Viszont uh, Alma konkrétan azt mondta, hogy azért, mert párszor csókolóztunk, meg együtt lámpát vettél nekem egy lámpát, neki ez még nagyon kevés, hogy meg akarja őt ismerni, bele akar szeretni. Ez nekem nagyon kevés, én nekem szekrényt is. Nem. A hotelszobás <laughs> viszony akkor sem jön be neki. És. Itt jön a kedvenc rész, hogy meghívja kávézni Dezirét, mert Lenke a pofájához vágta még Almának korábban, hogy ez úgy sem jön nelem, ez egy Troger, és akkor Alma komolyan Dezirének... Ilyen hogy... névvel, most akkor tróger vagy burzsúj, kedves Lenk? Burzsúj tró... tróger, aki Deziré, és elhívja Alma, hogy akkor gyere szépen kávézni, és itt jön az, hogy Dezirének való... a valódi szándékai sokkal inkább a hotelszobás kalandokra menne, mint sem az, hogy ő most a nyuggerekkel menjen ismerkedni ottan. Én ezt de nem nagyon fűlik rá a foga. Tehát én ezt teljesen megértem, nem kapcsolatot keres, Ő azt gondolja, hogy a pénz lámp... vesz, megveszi a lámpát, és cserébe megkapja a numerát. Szerintem egyébként nem gondolja azt, hogy uh, itt a Dezére egy kicsit később sem lesz egy, nem tudom, egy... szimpatikus karakter. Igen, egy, egy, egy Igen. nagyon kedves karakter, de itt, itt, uh, itt az elején nem, még inkább nem annyira az. Viszont én ebben nem érzem. Tehát ebben azt érzem, a lámpát kedveskedésből. Tehát én nem hiszem, hogy ezért várja elő. Eleve azt hiszi, hát szerintem tudod, mivel veszi meg a munkával? Is. Meg azzal, hogy ide-oda viszi. Mert ugye azt ne felejtsük el, hogy a deziré a főnöke jelenleg a, a almának. Igen, de Alma állítólag nagyon jó a munkájában, tehát neki elve elvileg nem lenne szüksége. Na jó, de egyébként meg szerintem nem lehetne. Tehát, hogy az Alma attól még, mert ő nem egy laza erkölcsű lány, attól még. Akár lehetne az is, és akkor a Dezirének a, a hozzáállása, a, vagy ez a motivációja, ez teljesen okés okay lenne. 87-ben, mennyire számít laza. Én most tényleg abszolút, abszolút laikusként, tehát tényleg nem kötözködésből, csak kíváncsi vagyok, hogy mennyire laza erkölcs mondjuk az, hogy ő papíron még elvileg félig meddig a lacival jár, mert ugye csak most szakítottak, viszont a Dezirével már elvileg korábban csókolózott. Nem, tényleg nem tudom, csak. Hát először is nem tudjuk, hogy korábban csókolózott e Hát két héten belül csókolóztak volna akkor, mert ugye szakítani csak két hét hát héten. Hát azért, azért elhangzott a, a Laci ő azért szakított. Két hét hosszú idő. <laughs> egyrészt, másrészt meg a Lacival megmondta, hogy viszont látás. Csak ezt a Laci De ugye konkrétan óta... csak két héten mondta meg neki. Hát de két hét, ne viccelj, hát két hét, nagyon sok idő. Még lehet, azért nem mondom, szakítani. hogy vajon, vajon, vajon. Két hét, ő, hét alatt lehetne már két És tehát, nem, nem, egyrészt, másrészt nem feküdtek le. Akkor léleg az De Nem feküdtek le, ők csak nem, az nem. Hát nem is hajlandó tehát nem, nem is... ugye akkor mennyivel jobb alternatívát kapsz? Szóval hanem? szerintem, én szerintem az én erkölcsémnek ez egyetlen nem mond ellent. Nem... Igen, csak a 87-esre voltam Igen, volna én, kíváncsi, én azt gondolom, hogy az hogy akkori... egyébként, de egyébként az alma bizonyos szempontból laza később is, meg bizonyos szempontból meg egy karótnyált nő, mert, mert egy csomószor az, vannak erre, ugye, hogy a. Majd Tudod, a hogy ő szerintem megjárt, tehát ő szeret szórakozni. Tehát ő ezt élvezén úgy látom, hogy a Dezirét is valahol érvezik egy kicsit pörgetni, hogy itt, itt hozatja viteti magával, de azért, azért mindig, amikor a Deziré ugye rámoccanna, ugye amikor például a fölment hozzá részekkel, ezért, akkor mindig azt hogy ha, ja, nem. Szerintem, bocs, szerintem ez Horváth Ádám. Az összes karakteres csinálja később kb. Tehát, hogy, hogy leszámítva, amikor a, a, összefekszik a Vasgáborral a Juli, meg amikor össze... Tehát, hogy nyilván látunk majd későbbiekben, sok-sok epizóddal később elkövetkezendő 200, nem tudom, vagy 300 28 részben. Ne, számolj számolt ki a meg, az, az összezavarod. Az Igen. Akkor, akkor várjátok a számológépen. az Szóval, igen, szóval, hogy, hogy azért ott látjuk, hogy, hogy ez jellemző a sorozatra, hogy, hogy itt rengeteg flört van. A sorozat, a, 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 a sorozat romantikus magját az egyfolytában való flörtörések adják, és senki nem a, a párjával flörtöl, hanem másokkal és Lehet, hogy ez a flört nem komoly, de minden karakter flörtöl. A vágási felé Igen. is ugyanúgy flörtöl, a jutka is, is ugyanúgy flörtöl, a taki is flörtöl, csak vannak olyanok, akik meg többet flörtölnek, Egyébként ez a mágány családra van. inkább Sőt, igaz. Legyetek de... erősek, még etus is. Etus, hát et, etus, ja, hát, etus, etus a, hát a legnagyobb a férfi Ugye, ugye Horváth Ádám feleségéről hát, beszélünk. Ádám feleségéről beszélünk. Így van, Minden férfi, írta... aki a közelébe kerül, az, 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 az egy, az egy potenciális versenytárs egymásnak. Tehát, hogy ott igen, de igen, de az, igen, de az szerintem lényegtelen, hogy versenytársi egymásnak, inkább szerintem ebben az a lényeg, hogy senki nem kapja meg etust. Nem, ő, ő, ő érinthetetlen, hogy mondod. Tehát, hogy valahol ez a, ez a műprűtség és ez a mű ilyen, ez, ez, azért így a sorozatra rá rakja magát később is. Na várjál, azért, bocsánat, nem, muszáj, muszáj az Elek ele Ferenc body Shamingére rámenni akkor egy pár gondolatot beszéltük arról, hogy szegény kozmajócót mit összealázzák, és azt gondoltuk, hogy a, a, annál a bizonyos fagyizásnál az asztalon, asztalnál annál nem lesz durvább. Na most ehhez képest, hogy amit te mondtál, hogy ugye Mágen meglátogatja, meglátogatja ugye el a táborba megnézni tábor, ott ledagatozza. Szegény gyógyszót. Előtte van egy jelenet, amikor érthetetlen módon a Júcs és a Jócó az erdőben futkároznak valami cuccokat cipelve, ott folyamatosan kapja az oltást, hogy dagat vagyis nem bírod a tempót az erdőben való futásra. És utána a legvégén jön egy kis előadás este a, ebben a táborban, amikor az amerikai szövőlepke hernyójáról tartanak előadást, ami mindent felzabál az erdőben, akárcsak Jócó, aki ugyanúgy folyton eszik. Tehát, hogy ebbe a részben nem tudtak kihagyni egy pontot sem arra, hogy ne arról beszélgessenek, hogy a, a szegény Jocó egy dagat. És azért itt a Jocónak még van egy elég fontos része, Igen. ugye, egy balhét elvisz. De az vajon az ő balhéja, vagy, vagy kié? úgy a, a hallgatók, él? hogy értsék, valaki dohányzott ott a táborban, de ezt az egyik ilyen felügyelő tanár látta, és... Hát mindegy, szerintem itt hi hiányzott kettő mondat a szövegből, már hogy amit valószínűleg forgatókönyvbe került, mert azért nem feltétlenül lehet megérteni, de arra lehet következtetni, ugye, hogy a Julcsi volt az, aki dohányzott az erdőben, és hát elviszi a, balhét a Jocó, ugye, akit... Mert hogy mindig elviszi előtte, a balhét végig, végig, dagad, végig a elviszi a balhét helyettel. nem így szűrtem le ezt a jelentet. Én úgy szűrtem le ezt a jelentet, hogy a Jocó dohányzott, és a akarja magára vállal. Én is, és kivételesen Bos kiállt maga mellett. Én fordítva értelmeztem. Hát ezt, hát nem tűnjük. én, én, én azt javaslom a kedves hallgatóknak, hogy itt az idő, hogy elkezdjék velünk együtt nézni és szenvedni a szomszédok első részein, úgyhogy Nézzétek meg a hatodik részt, és, és, döntsétek el ti magatok is. És erre Aki pedig egészen, nem akarja végignézni a szomszédok ezek, ezen részeit, amik egyébként tényleg az elsők nagyon vontatottak. Az hogy pedig, végig? Az pedig legyen patronáló. És itt, itt, azért a záró jelenetnél én azt gondolom, hogy itt, itt megkapja, tehát én NVJ-nek mostantól elnevezem Julit, nagyvilági Julinak, tehát nva csak simán, mert az a, az a drámaja, hogy várja haza Ádámot, mert azt tudni kell, hogy Ádám valahol elkolbászolt, és nem ért haza. Hát elment a táborba a gyerek. Ezt ]hez. igen, és fél kilenckor ér haza, és, és Júlia azt a drámai, a ablakból nézem, hogy itt van-e végre. Ha itt van, akkor gyorsan drámai az odanyok az asztalhoz, és olvasok, és nagyon depressziósok, és meglepődök, hogy itt vagy, pedig tudtam, hogy láttalak az ablakból. És ugye itt, itt nekem ez egy, ez, egy, ez egy fantasztikus jelenet volt, túl azon, hogy volt benne egy hiba, mert Mágen megérkezik és a bőmmel beszélget, és csontvilágos van. Viszont előtte lévő képen a táborban tök sötét van, és elvileg este fél kilenc van, mert akkor ér haza. Viszont kint meg verőfényes napsütés volt az előbb még, a, a, ahogy hazaért. Na minden nem is az a lényeg. Ö, végi féltékenységi jelentet rendez, de nem is akár mekkorát. Ádám akkor a forma, hogy hihetetlen. Amit itt lenyom. Mert ő, ugye Juli nyomja ezt a, ezt, a, ezt a te biztos van valakid, és akkor ő pedig leül drámai arca, Sanda vigyor, és végig hülyét csinál belőle, és hagyja, hogy belelovalja magát abba, hogy neki van valaki. -e. És akkor meg is kérdezi még a Júli, hogy ki az a mutatósabb, mint én, csinosabb, miben biztos, nálam? mint én. Fiatal miben hanem... jobb? Más. És akkor erre, miben jobb nálam, és erre azt mondja az Ádám, hogy más. Barna, alacsonyabb, rövidhajú. Szerintem nagyon szép, és nagyon fiatal és akkor megint ez a Julinak az arca elképed, és folytatja Ádám, hogy az orra most egy kicsit hámlik, a nyakában egy úttörő nyakendőt hord, és egy szép nagy raktapaszon a bal térdén. És nekem ekkor hat rész kellett, hogy Juli életében először egy emberi, normális, szimpatikus gesztus csináljon, mert elmosolyodik, elsírja magát, és mágen nyakába borul. És ezzel záródik ez a rész egyébként. De én, én mondom, tehát utálni fogjuk még sokszor, de itt, itt, nekem végre szimpatikus volt, akármilyen is idióta az az volt másodperc. Igen, nekem ez, ez... Legyen, ez a szép zárszó, ez a gyönyörűséges zárszó ez az mai epizódhoz. És ezt remélem azért amit. jól lementett, hogy a Juli szimpatikus. Tehát hogy meglegyen, és ezt mindig így be tudjuk rakni. NV, 5 másodperc, öt másodperc. Új Szomszédok podcast legközelebb május 24-én jelentkezünk. Gizor Gergő, Melon Attila és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a mai megtisztelő figyelmet. További kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az nd Media készítette. Kreatív producer Orvát Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.